akkor egy rövid bemutatkozással kezdeném. Tehát Szabó Zsuzsa vagyok, és 1976-ban kezdtem el foglalkozni asztrológiával, amikor az egyik kollégám, akivel együtt dolgoztam, elvitt a Juhász Solter Viktorhoz, aki akkor nagyon zárt körben a saját lakásán tartott tanfolyamokat. Ugye ez az 1976 és környéke az az idő volt, amikor az asztrológiát egyáltalán nem ismerték el, és sehol semmilyen körülmények között nem lehetett Magyarországon asztrológiáról hallani, csak így ilyen lakás előadásokon. Nem voltak egyáltalán könyvek, és azóta látjuk a könyvesboltokban és mindenhol, hogy micsoda gazdag irodalma van az asztrológiának. Szóval a 70-es, 80-as években egy nagyon hallgatott dolog volt, és a 3D-s kategóriába tartozott, vagy tűrt, stb. Tehát csak ilyen lakásokban lehetett asztrológiát tanulni, és a Juhász Lantner Viktorral megismerkedve lett nekem először is horoszkópom, és hát nagyon kíváncsi voltam, hogy egyáltalán mit lehet ebből megtudni, mert hogy egy nagyon speciális körülmények között születtem, és nagyon érdekes életem volt már 20 éves koromig is, úgyhogy nagyon kíváncsi voltam, hogy olyan a horoszkópom mit árul el. Aztán a Juhász Lantner Viktortól átiratkoztam a Kallói Jenő kozmobiológia csoportjába, amit a buddhista missziónál lehetett akkor legálisan elvégezni, és kozmobiológusi oklevelet, illetve ilyen vizsga elismerést adtak, és kellett egy záró dolgozatot írni a 4 év után. Tehát kiálltam a 4 évet a Kallói Jenőnél, és aztán informatikusként dolgoztam egyébként egész életemben, tehát sose hagytam abba az asztrológiával való foglalkozást, de inkább csak ismerősöknek, rokonoknak készítettem horoszkópokat, és az igazán nagyon komoly asztrológiai munkát akkor kezdtem el, amikor a Vanatka Gabriella 2002-ben kitalált az Astrolab nevű újságot, és ott felületet adott mindenkinek ahhoz, hogy megjelenjenek a cikkei. Hát gyakorlatilag minden számaik, amelyeket 3-4 cikkek, és akkor a Vanatka Gabriellával ezt megcsináltuk. Az első ilyen cikkem a Kertész Imrének a Nobel-díja átvételekor felbukkant és sorstalansággal az érdeklődés homlokterébe került. Tehát az ő horoszkópja volt az első, ami az asztrolabban megjelent, és aztán a 2005-ös asztrolab megszűnéséig abban tevékenyen részt vettem. Úgyhogy az írás volt igazán az, ami nekem kézzel fogható volt, és nem pedig a tanítás, mert nem alakult úgy az életem, hogy én tanfolyamokat szerveztek és tanítsak, vagy ilyesmi. És aztán 2016-ban kitaláltam a Asztrológia Páholy honlapomat, ahol azt a célt tűztem ki, hogy az asztrológusok egy honlapon mindenki megtalálható legyen, aki adja a jelentkezését és egy anyagát, amit ő maga írt, magyar nyelven, színvonalasan, bármilyen asztrológia témában kidolgozott valamit, és emellett bemutatkozik a rövid asztrológiai jellegű bemutatkozásával. Hát van a Tarsolyomban olyan 25 jelentkezés, de az illetők nem küldtek komoly anyagot, tehát addig, amíg nem írják meg, és nem küldik el a saját asztrológiai anyagukat, addig sorba állnak, és körülbelül 20-an vagyunk eddig fönt. Az asztrológusok Júli az első jelentkezők között volt, és hát nagyon egyetértettünk abban, hogy az asztrológusokat össze kell fogni, és valami közös bemutatkozást kell csinálni, mert akkor már a Facebookos asztrológiai élet az nagyon gazdag volt, és nagyon sok csoport működik, csak hát pont nem ismertük egymást arcról, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy 2 év alatt egy ilyen konferencia összehozható volt. Amiről szeretnék igazán beszélni, az az aszcendens típusok,
mert a 42 év alatt, amióta foglalkozom vele, nagyon jól tudom, hogy az aszcendens beállítás a legszűkebb keresztmetszet az asztrológiai gondolkodásban és együttműködésben, és a legvitatottabb terület. És arra gondolok, hogyha legalább abban meg lehetne egyezni, hogy az külső megjelenés és az aszcendens nagyon szorosan összefügg, akkor már egy sokkal rendezettebb aszcendens beállítási módszertan lehetne az asztrológusok között, és ennek érdekében az Asztrológia Páholy honlapon fönt van a Híres Emberek aszcendens adatbázisa, ahol mindenképpen pontosított aszcendensek vannak, és fönt van a Híres Emberek adatbázisában már a példa aszcendensek is. Ezeknek, amiket én itt bemutatok, a legnagyobb része már fönt van a Páholyban, de ott kimondottan arra törekedtem, hogy élő emberek szerepeljenek, tehát nem horoszkóppal szerepelnek, hanem csak kimondottan, mint tipikus aszcendensek vannak fönn, azért, hogy mindenki megtanulhassa ennek a karakterológiáját, és ebben az asztrológusok között a vita egy kicsit csökkenthető legyen, hogy ki milyen aszcendenst állít be. Miért kérdés ez a dolog? Hát azért kérdés, mert annak ellenére, hogy a születési anyakönyvi kivonatokban most nagyon pontosan szerepelnek a születési órák, annak ellenére ez ugye egy nagyon lazán kezelt dolog, hogy vajon mi az az időpont, amit beírtak, az amikor kezdődött a születés, vagy az amikor végződött, meg a leggyakrabban azt az időpontot írják be, amikor a gyerekorvosi is átvette az újszületet, és már az árbár értéke is megvan állapítva. Tehát azért ennek elég nagy játéka van, és ha van is ilyen születési anyakönyvi kivonatban rögzített születési óra percünk, akkor is kell az aszcendenst pontosítani, mert én azt gondolom, hogy az az első és legnagyobb kategória, hogy az a személy, akinek horoszkópot készítünk, és a horoszkóp az ugyanazt tükrözze vissza. Tehát azt kell látnunk a horoszkópban, aki ott áll előttünk, külsőleg, tulajdonságaiban, életútjában is, és minden másában, hiszen mindenki nagyon szorosan együttműködik a horoszkópjával, akkor is, ha erről nem is tud. Ez nem kérdés, hogy tudja, vagy nem tudja, mert az egy dolog, de mindenképpen analógiásan nagyon szorosan összefügg vele, tehát én viszonylag bátran pontosítok aszcendenst akkor, hogyha jeg határra esik az a születési óra perc, mert a külső megjelenések és azok a típusok, amiket itt be fogok mutatni, segítenek minket abban, hogy ha egy határra esik egy aszcendens, akkor az inkább mégis halak, vagy már inkább kos, és ezt viszonylag a külső megjelenés alapján elég könnyű eldönteni. Hát ez egy szakma, ezt meg lehet tanulni, nem egy ördöngőség, csak tudom nagyon jól, hogy a különböző asztrológiai iskolák nagyon elnagyoltan kezelik a dolgot, egyesek egyáltalán nem foglalkoznak ezzel a dologgal, és én ezt nagyon fontosnak tartom. Na, hát akkor most már kezdjük is el mindjárt. Az aszcendens típusoknál olyan figurákat és arcokat választottam, amik lehetnek fémbeli szerepet, itt egy fémbeli szerepet látunk, mert azt találtam jellemzőnek, vagy színpadi szerepeket, vagy élő szereplőket, vagy magánszemélyeket választottam annak érdekében, hogy kimondottan a tiszta típusokat lehessen bemutatni, és igyekeztem elkerülni azt a csapdát, hogy valakinek az aszcendensén valamilyen bolygó, vagy több bolygó áll, vagy az egyes házban áll, és az jelentősen megváltoztatja, átformálja a külsőt, de az alapkarakter biztos, hogy nem, csak megváltoztat bizonyos dolgokat, tehát ebben a pár fényképben úgy állítottam össze a képeket, hogy a tiszta típusokat láthassuk, és ehhez az analógiás gondolkodásban egyébként is nagyon fontos dolgot használtam föl, hogy az irodalom, a művészet, a képzőművészet, a film, a színpadi művészet, és minden művészet az analógiás gondolkodásra tanít minket, ami az asztrológiának is az alapja.
Itt két kostípusú embert látunk, az elfújta a szélből van, ha ismeritek, és nagyon jellemzőnek találom, ahogy ők egymásra kutatva néznek, és fölmérik szinte, hogy na, hogy is állunk, hát két dudás egy csárdába, különösen két kosnak nem fér meg, úgyhogy az egész elfújta a szél, biztos olvastátok. A két kos embernek, Scarletnek és Rhettnek a harcáról szól többek között, tehát most ugye a két főszereplőről beszélünk. A kos az mindig csontos, vékony, ízása nem hajlamos, kutató tekintetű, és ha egy kos bejön a szobába, azt is biztos észre lehet venni, nem, hogy még kettő, úgyhogy mindenképpen egy feltűnő jelenség, sötét hajú, és nagyon érdekes, markáns arcú, kicsit karizmatikus, a Mars lesz miatt ilyen. És itt a filmből vettem a következő képeket. Itt is látható, hogy mennyire szerepet játszanak a kosban, mindig van egy kis szerepjátszás, hogy igenis most vajon mit várnak el tőlem, akkor hogy mutatom be magamat. Tehát ezeket a figurákat látjuk. Itt a Scarlettet látjuk, és nagyon érdekes, ugye jelmeztervezők, színpadi rendezők, sminkesek, mind-mind ismerik ezeket az alapanalógiákat, amikről én itt most beszélek, és itt például meg lehet nézni, hogy a haját úgy csinálták meg, hogy a két szarvacska is látszik. Jó, itt vannak üres helyek, nyugodtan le lehet ülni. Oda is lehet, igen. Tehát még a két kos szarvacska is itt van, pedig egy hölgyről van szó, és a haját mégis úgy csinálták meg, szóval nagyon-nagyon jellegzetes ez a nyílt tekintet, a mosoly, a nyitottság, az mind-mind alapvetően kos, és ugye a tiszta típusokról beszélünk most. Itt látható, hogy mennyire tele van vele a szoba, ugye, hogy kártyázik, uralja az egész telepet, és felhívja magára a figyelmet, hát ezek mind-mind a kos külső megjelenéshez hozzá tartozó dolgok, úgyhogy a kost viszonylag könnyű felismerni. Tehát itt a kostípusokat láttuk, áttérünk a vikára, a hölgy a vika, a barátnőm, hát az a nagy szerencsénk, hogy az egymás melletti típusok nem téveszthetők össze egymással, mert éppen nagyon markánsan úgy jön ki a lépés, nem tudom, hogy lehet ez, de úgy jön ki a lépés, hogy egy kos meg egy vika, az nem téveszthető össze egymással. Hát itt látjuk a vika hölgynél, hogy szőke, kékszemű, nagyon nőies, gömböldek formákkal, mosollyal, szinte tánclépésekkel, kedvesen és nagyon nőiesen jelenik itt meg, és ez elmondható a vika férfiakra is. Tehát a vika férfiakban is mindig lesz egy kis nőiesség, mint ahogy a kosnőkben is, mindig lesz egy kis férfiasság. A vika az egy kicsit hízásra hajlamos, itt látható el, hölgynél itt 70 fölött van már ez a hölgy, kicsit szélesebb a csípője, de ezzel egy nagyon csinos, mutatós, nőies és jó megjelenése van, és mindig 70 éves korában is nagyon szép. Itt látható, hogy ez a hölgy idősek zumba oktatásával foglalkozik, tehát a művészet nagyon fontos szerepet játszik az életébe, és 70 fölött is kiemelt zumba oktató, elsősorban időseknek és mozgássérülteknek tanít zumbát, ragyogóan táncol, YouTube-on megnézhető farkasnék zumba oktatói székes zumba, megnézhetitek milyen elképesztően táncol, és öreg lány csapata van, tehát mindenki 60 fölött beiratkozhat hozzá, akármikor, és megtanulhatja a zumbának az alapvető lépéseit. Tehát a bika az mindig egy kicsit a művészetekhez kötődik, és ez egy, ugye a sárga pólóban jobb oldalt a képen látható. Áttérünk az ikrekre. Az ikrek vékony, nem, talán nem feltétlenül magas, itt is látható, nyitott tekintetű, nagyon mozgékony, minden lébekanál ide is, meg oda is, meg nem fejez be semmit, kicsit kapkod, és a külső megjelenésében is vékony, az Audrey Hepburn és a Gregory Peck, a római vakációból van ez a kép, és a Gregory Pecknek is ikrek aszcendense van,
de Plutó van rajta, és ezért lesz egy kicsit olyan skorpiós, meg karizmatikus, meg nagyon vonzó. Tehát ugye el akarom kerülni azt, hogy a Plutóit nagyon módosítson, de ők, ahogy így együtt állnak, a két ikrek, ez egy nagyon jellemző kép. Kedvenc színészünk Darvas Iván, igazoltan ikrek, aszcendensű, szőke, magas, vékony, csontos, jó beszédkészségű, remek memóriájú, egy nagyon karizmatikus színészünk volt, Lilion Fiben, a férfi főszerepben is egy ikrek, aszcendensű főszerepet vállalt, kékszemű, és itt nagyon jellegzetesen látszik rajta ez az ikrek. Tétovaság, kérdés, kíváncsiság, befolyásolhatóság. Nagyon látszik ezen a képen. Nagy Gábor látszik, igazoltan ikrek aszcendensű, itt a Bob hercegben egy ikrek királyfit herceget alakított, ragyogóan táncolt, énekel. Tehát őt is föl lehet ismerni ikrekről. Laurence Olivier, csak a szerepei alapján mondom itt az ikrek aszcendens. Itt egy nagyon jellegzetes ikrek mozdulatot láthat. Ez a kézállás nagyon jellegzetes ikrek, és az a tekintet, ahogy gondolkodva, és mégis tétován kutatva, és elmélyülve nézi a világot, ennek a kettősségét és ide-oda való hullámzását látható a képen. Itt a Hamlet egy legnagyobb híres, leghíresebb szerepében, szintén egy ikrek figura, és egy jellegzetes ikrek, tehát azt is nagyon könnyű megismerni, pláne ha ilyen csak ikrek mondjuk dolog látható. Egerszegi Krisztina, igazoltan rákaszcendensű, sűrű hajú, göndörhajú, és a haja mélyen a homlokában nőtt, és nagyon jellegzetesen a homlokán is így kiugrik a haj, tehát erről nagyon könnyű felismerni a rákaszcendensű nőket és férfiakat. Ugye ő nagyon szereti a vizet, és nagyon mély érzésű, nagyon zárkózott valaki, hihetetlen. Teljesítménnyel Mars van az aszcendensével összefüggésben, és ezért volt ilyen szilóbanó elképesztő teljesítményre képes az úszásban. Itt látható az érmeivel, és szintén látszik a rákra nagyon jellemző hajállás és mosoly, a sűrű szemöldök, és egyébként a rák hízásra hajlamos, itt egy rák férfit látunk, itt is ugyanez a hajállás, ez a férfi egy kicsit molettebb, és itt látjuk a képen, hogy mégis jó megjelenésű, kedves, mosolygós, kicsit nőies. A nők kicsit férfiasak, nem, a férfiak kicsit nőiesek lehetnek a hízásra való hajlam miatt. Áttérünk az oroszlánra, az oroszlán bemutatására a varázsvólának a király és királynő figuráit választottam, itt a Sarastro látható, és azt szerettem volna jellegzetesen bemutatni, hogy a színpadi lőben is megjelenik a napnak a szimbóluma, ugye itt a sárga nap a feje körül, és ez egy nagyon jellegzetes oroszlán, királyi megjelenés, és a színpadon is, a ruhájában is, a nap megjelenésében az oroszlán szimbolizálják a varázsról előadásakor is. Ez egy egészen más varázsróla feldolgozás. A Gregor József itt is megjelenik a színpadon a nap, tehát annak az érzékeltetésére választottam ezt a képet, hogy nagyon fontos, hogy az irodalmunkban, a művészetekben, filmekben és a színpadon is megjelennek ezek a nagyon komoly alapkarakterek. Itt egy másik varázsóvala előadás, itt is a napnak és a csillagnak a szimbóluma fontosnak tartotta a jelmeztervező, hogy megjelenjen. Itt egy másik színpadi kép, itt még az oroszlán is megjelenik
a napon kívül a Garázsról a színpad képében. Miklósa Erika az éjkirálynője és a bölcskirálynak az ellentéteként jelenik meg az éjkirálynője a mesében. Egy hideg, egészen más karakter, de ugyanúgy az oroszlánhoz tartozik, az szerint, hogy ki milyen szinten éli meg a saját oroszlánságát. Itt szintén az éjkirálynője egy másik színpadi feldolgozásban. A kék, a fekete és a haj egész más állása jelenik meg. Itt ebben a színpadi feldolgozásban pedig a napot feketére maszkírozták, de itt is megjelenik a napnak a szimbóluma, úgy, ahogy azt a jelmeztervezők, a színpad és a rendező elképzelte. A Marilyn Monroe nagyon híres, igazoltan oroszlán asszendensű, és korának szexszimbóluma volt. Ez egy nagyon jellegzetes hajállás, szemállás, vastag száj, egy nagyon szeretett festés, és az egész megjelenésében egy rendkívüli elegancia található. Itt egy karikatúra, szintén a Marilyn Monroe-ról. A karikatúra is mennyire kiemeli azt, hogy magas homloka van, jobb oldalt és bal oldalt, a nők is kopaszodásra hajlamosak, világos haj, világos szem, világos színek, és a karikatúra is ezt emelte ki. Itt látható az egyik leghíresebb kép róla, ahogy fölfújt a szoknyáját a szél, és ez is egy nagyon jellegzetes oroszlán beállás és oroszlán kategória. Itt látható az egyik leghíresebb képe szintén, itt is a hajállás nagyon jellegzetes, a mosolya, a festéke, és ugye erős keblű, nagyon nőies, erős csípőjű, és mégis vékony derekú, viszonylag könnyen felismerhető. Hát és akkor nagy kérdés, hogy hogy jelenik ez meg a mi hétköznapi életünkben, hogy tényleg csak színésznőket, vagy ilyesmiket maszkíroznak erre? Nem. Itt mutatok egy hölgyet, aki elküldte nekem a fényképét, és engedélyezte, hogy megjelenjen. Ő egy egyszerű hétköznapi ember, és itt is látható, hogy abszolút ugyanaz az oroszlán kategória. A haját ő is így fésüli, a szeme ilyen, a mosolya ilyen, az egész arc berendezkedése ilyen, tehát a hétköznapi életben is gyakran találkozunk ezzel. Igazoltan oroszlán asszendense volt Szobotka Tibornak, és nagyon jellemző itt a hajállása, a kopaszodása, ezért mutattam be, mert ez nagyon gyakran megjelenik a hétköznapi életben, és korunknak egyik legismertebb figurája oroszlán asszendensen, marsal rajta, és nagyon ismert róla, hogy milyen pedáns, hogy a haja az mindig így nézzen ki, ugye egy pepije van, tehát ő is kopaszodik, csak nem vallja be, és ilyen tupírozási nagymesterek 5 percenként állítgatják a frizuráját, hogy minden hajaszámra így álljon. Hiú, tehát az oroszlán az mindig nagyon hiú lesz a megjelenésére, hát egy törülköző is úgy áll rajta, mint egy királynőn a királyi palástja. Tehát ugye Trumpnak is nagyon jellegzetesen oroszlán asszendense van, itt van az oroszlán megjelenése. Kicsit pocakos, mosolygós, kékszemű, itt is látszik, hogy a hajára milyen kínosan ügyel. Mellette a felesége, nyilas asszendensű, igazoltan nyilas asszendensű. Hosszú, vékony, hosszú arcú, hosszú hajú, majd a nyilasnál fogjátok látni a nyilashoz választott arcokkal. Itt a hölgy, szűz asszendensű. Hát a szűr az mennyivel sokkal szerényebb, ez egy esküvői kép az 50-es évekből. Tehát fekete ruhában ment férjhez, és azért van egy kis gyöngysor a nyakába, de teljesen más, mint az oroszlán, mert összese lehet őket téveszteni, tehát sokkal szerényebb, egyszerűbb megjelenésű, haja is egyszerű, mosolygós. Szabó Magda igazoltan szűz asszendensű, szinte össze lehet téveszteni a két hölgyet egyébként. Annyira hasonlítanak egymásra. Itt is látható az ő szerény, zárt,
begombolt nyakú ruhákban járt, és került a feltűnés, tehát oroszlán feltűnése is, festése is, egyebe egyáltalán nem hasonlítható össze, és nem téveszthető össze a szempontból. Itt is Szabó Magda látható, itt Szabó Magda Szobotka Tiborral, tehát nagyon gyakran hordanak ilyen ruhát a szűz hölgyek, mint amiket itt látunk Szabó Magdán. Itt is egy szűz hölgy, kicsit csontos, kicsit fiús, hízásra nem hajlamos, mégis mosolygós, kedves, itt hosszú hajja, igazán nagyon ragyogó ez a kép. Ugyanez a hölgy, látható, hogy mennyire más testalkat, mint az oroszlán, azzal együtt, hogy legyezővel ragyogó ez a kép is, tehát össze lehet hasonlítani, ugye nem túlskevű, kicsit csontos, kicsit férfias megjelenése van. Itt egy szűz, asztendensű férfi, illetve fiatal korában fiú és fiatalkori fényképedben hogyan változott az arca szűz asztendenssel. Nagyon gyakran van a szűz asztendensűeknek. Pici bajusza, pici szakála. Itt ugyanez a férfi már jóval 60 fölött látható. Ő is hízásra nem hajlamos, mozgékony, kopaszodásra se hajlamos, itt már egy kicsit teltebb, de fiatal korában igen sovány volt. A gödröcskék az arcán, az állán, a szeme alatt, szintén a szűzre nagyon jellemző megjelenés. Itt szintén látszik, hogy 60 fölött is nem. Hízása nem hajlamos, mosolygós, nyílt tekintetű, világos. Nagyon ismert, ugye Antal Éber, szűzasztendesű, tőle tudtam meg annak idején a születési óráját, hihetetlen műveltséggel, jó beszédkészséggel, pici, vékony, alacsony megjelenésével közkedvelt alakja volt ugye a médiának. Ez a hölgy mérleg aszcendensű, látható a kerekarc, nyílt tekintet, kék szem, és a hölgynek a szatúrnusz játsza az aszcendense közelében az egyik szerepet. Itt látható, hogy mennyire szereti a fekete ruhát, és milyen jó megjelenéssel, elegánsan tudja ezt oldani. Tehát a mérleg az egy nagyon nőies jegy. Itt is egy mérleg hölgy. Nagyon jellegzetes a szájforma, és itt is a gödröcskék jobbra-balra. A száj nagyon szép, kicsit vastagabb, húsosabb, hosszú hajú, nyílt tekintetű, világos szemű. Itt látható ő, hogy milyen kis formás, nőies, kicsit szélesebb csípővel, nagyobb keblekkel, mint a szűz, tehát nem lehet összetéveszteni őket. Ja, mi történt ezzel? Jó, tovább meg. Itt is ugyanez a hölgy, kerekarcú, mosolygós, mérlegarc, tipikus, nagyon mérlegarc. Itt mutatok még egy mérlegarcot, és a vödigiektől eltérően ennek a hölgynek az aszcendensén a mars áll. Tehát nagyon érdekes, hogy mérleg is ott van a feje tetején. A mars, ugye, hogy lilára színezte a haját, tehát a marsnak a pirossága, lilassága, temperamentuma megjelenik, itt látható teljes életnagyságban, ugye ők is hozzájárultak mindannyian, akik magánszemélyek ahhoz, hogy itt bemutathassam őket. Tehát látható, hogy itt vörösre festi a, tehát azt, hogy a mars az aszcendensén van, az is nagyon jellegzetesen megjelenik. Akkor rögtön, amikor ő belép az ajtón, tehát ezt biztos, hogy nem lehet a 12. házában a mars, hogyha kitette a feje tetejére, és ugye vörös haja van. Ha 12. házban lenne a mars, akkor egészen biztos, hogy nem merné vörösre festeni a haját. Tehát ez mindig-mindig támpontot adhat nekünk az aszcendens pontosításhoz. Itt egy mérleg aszcendensű férfi látható. Mérleg férfiak is szeretik nagyon ezt a pici szakát és bajuszt, hogy egy kicsit férfiasabbnak tűnjenek, mert a mérleg férfiak egy kicsit nőiesek lesznek, hízásra hajlamosak, amik mindig szégyellnek és hiúak, és nem szeretik, hogy pocakosak, és akkor valami férfias megjelenés, mégis legyen a bajuszt szakát, és egyébként milyen ragyogó
megjelenése van ennek a férfinak is. Átérünk a Skorpióra, Dustin Hoffmant választottam bemutatni, mert az egész színpadi filmművészete és az egész filmszínészi karrierében a Skorpió szerepet, főszerepet játszottak. Itt a Krémer kontra Krémerben játszotta az apukát, és az egész film arról szólt, hogy egyedül maradt az apuka, és hogy boldogul ebben a 4-5 éves kisfiúval, hogy tanulja meg a női szerepeket, hogy tanul meg főzni, először még bontáskegyerek sem tudott csinálni a filmben, biztos láttátok. És olyan elképesztő volt az egész, ahogy felnőtt ahhoz a dologhoz férfiként, hogy hogyan tudja pótolni a feleségét, aki ott hagyta. Másik nagyon híres szerepe Dustin Hoffmannak az Aranyoskám, ahol egy női szerepet is játszik, egy filmszerep kedvéért állandóan nőnek öltözik be, és az Aranyoskámban az egész maszkírozása, jelmezése, festése és annak a részletei is láthatók, hogy hogyan öltözik át nőnek, és ragyogó színészi alakítás, hogy hogyan játszik el egy nőt, és mégis mindig érzékelteti, amikor nőként megkapja azt a filmszerepet, amiért egyáltalán nőnek beöltözik, de mégis hogy lesz férfias, meg minden, szóval ennek az egész Skorpió széles spektrumnak, hogy nőt is tud eljátszani egy Skorpió, és férfit is, ugye az a legszélesebb skálán mozgó jegyünk a Skorpió, hát ő ebben az Aranyoskámban fantasztikusan mutatta be a Skorpió széles skálát és elképesztő nagy alakítása volt. József Attila igazoltan Skorpió aszcendensű, de kosnapú, és a kosnap szerepet játszik az aszcendensében, úgyhogy kos is, meg Skorpió is együtt, kisfiús, kedves, mosolygós, fekete hajú. Itt látszik, hogy milyen kisfiús, alacsony, hízásra nem hajlamos, mert ugye a Skorpiónak nagyon sok típusa van. József Attila az egyik, Dustin Hoffman a másik, aki a női típusokat is el tudja játszani. És ezen a képen Philip Zimbardo látható, aki korunk egyik legnagyobb pszichiáterje, pszichológusa, a Stanfordi kísérlet létrehozója, a 76-ban volt ez a nagyon híres Stanfordi kísérlet, és ő is nagyon érdekes, teljes skálát befutó Skorpió életműve van. Ugye ebben a Stanfordi kísérletben, annak ellenére, hogy ő volt a kísérlet kitalálója, adott magának egy szerepet, ő volt a börtönigazgató, és az az egész Stanfordi kísérlet a skorpióságnak az egyik mélypontja, ahol a bűnözőkkel, erőszakkal néztek szembe, majd utána néztek, hogy mi is volt ez, rendkívül híres volt ez a kísérlet, és nagyon maradandót alkotott, és hihetetlen sok minden kiderült arról, hogy az minden emberben ott vannak a gonoszság csirái, csak elég egy olyan társadalmi környezetbe hozni, ahol ezek a gonoszságcsirák talajra találnak, és meg tudnak nyilvánulni, mitől el vannak ismerve, támogatva vannak, és akkor szinte minden ember adott körülmények között gonoszszá tehető, és nagyon kevés az, aki a sarkánál is azt mondja, hogy már pedig életben nem veszek részt. Itt látható Zimbardo velem, voltam mindenféle előadásaim, és ezen a bizonyos előadásán zakóban, fehér ingben jelent meg, és egy pillanat alatt ledobta a zakóját és a fehér ingét, és ott volt a szupermenes póló alatta, elképesztő előadást tartott, és ez a szupermenes figura is ugye egy nagyon-nagyon skorpiós, az átváltozással és felismerhetetlensége. Tehát ugye a Supermannek is az az alapötlete, hogy a Clark Kent figurát, aki egy újságíró, fel se ismerik, amikor ő a Superman, akkor egyszerűen senkinek se jut eszébe, hogy az egyszerű újságíró és a Superman. Tehát ugye korunknak az egyik legfontosabb figurája lett a Superman, úgyhogy az is egy nagyon-nagyon skorpiós figura. Itt egy skorpió aszcendensű hölgy látható,
átérünk a nyilasra, Jodie Fostert választottam, hosszú, vékony arcú, egyenes hajú, hosszú combú, esetleg a combja kicsit vastagabb, mint amit ő szeretne, de Jodie Foster nagyon csinos, és ugye a skorpióval egyáltalán nem tévezhető össze. Itt az egyik leghíresebb szerepében, az Anna és a királyban, ahol egy tanítónőt játszott, és fantasztikus nyilas figurát alakított az eleganciájával, az egyszerűségével, azzal, hogy egy tanítónőt játszott. Nézzétek meg a filmet, nagyszerű film, nagyszerű alakítás, és a nyilas minden jellemző dolga a tanítónő alakjában benne van. Itt egy civil képe, itt is látható, ha nem magas, akkor is hosszú, vékony, csinos, nőies. Egyik kedvenc színészünknek volt igazolt a nyilas asszendense Latinovit Zoltánnak, és a Várkonyi Zoltán által rendezett filmekben nagyon-nagyon klasszikus nyilas figurákat alakított, az eleganciájában, ugye nem volt egy magas férfi, a hihetetlen karizmatikus megjelenésével, ugye itt Szent Irmai Rudolf volt a Kárpáti Zoltánban, fogalommá váltak az ő filmbeli szerepei, különösen a Várkonyi filmekben. Sasvári Sándor a következő nyilas figura, itt egy kicsit oroszlános is, nagyon-nagyon jellegzetes énekhangjával, színpadi alakításaival, a lovak iránti szeretetével, lovas farmja van, lovas színházban dolgozik, hihetetlenül ért a lovakhoz, és az egész megjelenése nagyon tipikus, itt egy kicsit oroszlános is, nyilván a nap szerepet játszik az asszendensében, azért egy kicsit oroszlános is, de nagyon jellegzetesen nyilas, elegáns. Szintén korunk kedvenc színésszel, Richard Gere, halak, illetve a hold az egyes házban van, azért látszik egy kicsit a haján, egy kicsit rákjelleg, az a hölgyválaszból, nagyon elegáns, remek megjelenési hozza a feleségének a rózsák egy mozgó lépcsőn, ha látták a filmet, elképesztően táncol ebben a hölgyválaszban. Nézzétek meg, ragyogó, nyilas szerep, kimondottan nyilas szerep, és hát persze a micsoda nőben, és micsoda nyilas, erősen nyilas jellegű szerepet is játszott. Bakasztrend első a következő hölgy, hát látható, hogy nem hasonlítható össze, vagy nem téveszthető össze, nem hasonlítanak, nem téveszthető össze a nyilas eleganciájával. Szerény, egyszerű, kicsit férfias, vékony, ízásra nem hajlamos, picike, itt látható idősebb korában, nagyon puritán megjelenése van, szereti a haját, nagyon rendezetten tartani, ott egy hajszál, nem lehet ilyen kóbor, és kócos, meg hasonló, nagyon rendszerető és fegyelmezett. Szintén igazolt bakasszendense van, tőle származó adatként. Jakubcsek Gabriellának direkt civil képeket választottam, hogy lássátok, hogy mennyire férfias, csontos, vékony, fiús megjelenése van. Itt is látható, hogy nagyon jellegzetes bakasszendensű. Itt is látható, ugye amikor azért nehéz választani színésznőket ilyen tipikusnak, mert ugye a színésznőket már formálják, sztájlisztek, festik, alakítják, elvesztik a jellegzetességüket, ami a, mert mindenki úgy nézze ki, mint a rosszlán, nem a megcsinkos, mert hasonló. Tehát azért választottam a Jakubcseknek is civil képeket. Itt egy bak férfi látható, itt csontos, vékony, kopaszodásra nem hajlamos, könnyen őszülő, bak férfi, aki szeretik a bajuszt, a szakált, nagyon jellegzetes, ahogy előre hajlik a háta, már fiatalkorban is olyan kicsit puposan tartja magát, csontos, vékony, puritán megjelenésű, itt látható, másik alakban, jóval 50 fölött is, milyen vékony, kamaszos, fiatalos megjelenése van. Edith Piaf,
volt, mint papasztrendes, hát kínlódtak is az ő színpadi előkészítői, hogy hogy hozzanak belőle ki egy kicsit jobb, előnyösebb külsőt, hát minden ruha olyan nehezen állt rajta, meg a feketét szerette, szóval nagyon nehéz volt őt színpadra felkészíteni, meg minden a puritán megjelenése, kicsi, vékony, törékeny, alkata, jellegzetesen vak. Vízöntő a következő. A vízöntőre nagyon jellemző, hogy az arc két fele aszimmetrikus, és ez feltűnő. Itt a Harry Potter írónőjét látjuk, és hiába vannak stylistok, meg mindenféle maszkmesterek, meg fodrász, meg bárki, itt nagyon látszik, hogy az arca milyen jellegzetesen nem egyforma. Tehát a két fél aszimmetrikus. Igazoltan vízöntő aszcendense van Csonka Andrásnak, de Szaturnusza az egyes házban, ezért a mosolygós, kedves, szimpadias, ragyogó megjelenésben látszik a Szaturnusznak a soványsága, vékonysága és szaturnikus jellege. A vízöntőnek is van kétféle megjelenése, az egyik az kicsit oroszlános, a másik kicsit a vakhoz hasonlítható. Itt még mindig a Csonka András, milyen fantasztikusan táncolt, biztos emlékeztek arra a tévéműsorban, ahol ezzel a kisfiúval táncolt, és milyen elképesztően barátságos volt, és egyáltalán elvállalta ezt az egészet, hogy a kisfiúnk betanítja ezt a táncolat, ragyogóan táncoltak együtt is. Az egész jellegéből, Csonka András jellegéből, ha valaki ismeri személyesen, vagy látta élőben, színházban, láthatta, hogy milyen elképesztően meg tudta tölteni egyedül is a színpadot, és milyen hihetetlen barátságos volt, voltam egyszerű előadásán, még a villancs engedte leoltani, és kimondottan olyan számokat választott, hogy a közönség is énekeljen vele, és a harmadik számban az egész közönség énekelt vele. Szóval olyan interaktív és vízöntős tudott lenni egyedül a színpadon, ez valami fantasztikus. Szintén igazoltam vízöntő asszendense van Márkus Lászlónak, aki a vízöntőnek a nőies megjelenését hordozta magán, ragyogóan táncolt, énekelt, fantasztikusan tudott női szerepeket is játszani a Charlie nénében, és sok minden más volt, tehát ragyogó szinkron színész is volt, és nagyon jellegzetesen vízöntő megjelenése volt. Itt egy vízöntő táncot szeretnék bemutatni, ezt azért választottam, mert a tánca leginkább szaturnikus dolog, és a legkevésbé van megengedve, hogy valaki szabadon a fantáziája szerint táncoljon. Hát itt a vízöntőnek a hajválasztás milyen kedves, barátságos, ez a haj, nem szoktak ilyen lobogó hajjal táncolni, és a szoknyája is milyen vízöntős, a ruhája milyen vidám, szóval bele tudta vinni a táncba azt a rendkívül különbséget, ami minden vízöntőnek jellemző, hogy különc, tehát hogyha el kell dönteni, hogy vízöntő asszendense van valakinek, ezt a különbséget mindenki fogjátok látni. Itt a hölgynek még egy tánca, nézzétek meg, milyen fantasztikusan vízöntős ez a mozdulat, ez a hajállása, a ruha és minden, és ugyanakkor mégis milyen fegyelmezetés. Itt a harag asszendense fiatal hölgy, kerekarcú, nagyon szép, jellegzetesen vénuszi, itt az arca, milyen ülőszemek, itt látható idősebb korában hullámos hajú, barna szemű, a szemöldöke is nagyon érdekes. Ez a hölgy idősebb korában fürdőruha bemutatóra is vállalkozott azzal együtt, hogy nem egy vékony testalkatú, ami most minden manökkennél elvárható, és mégis milyen csinos volt, elegáns volt, hogy tudta ezt az egészet hordani. Szerintem Lajcsinak is halakasztendense van, szerintem nagyon jellegzetes, de az ő születési óráját nem sikerült hivatalosan megtudnom, de az egész megjelenésében ugye hízásra hajlamos, kicsit kocakos, mégis kedves, mosolygós, és nagyon jellegzetes a halaknak a hajállása,
itt Luciano Pavarotti, itt látható a kis homlokán az a kis V betű, az egy olyan halakra jellemző hajállás, és itt látható a halak nagyon-nagyon jellemző, széles, átölelő kartartása, egy ragyogó énekhangja volt, és ugye amikor megpróbálták lefogyasztani azt, hogy elkezdett a hangja elmenni, úgyhogy gyorsan megengedték neki, hogy visszahízza azokat a kilókat, szóval szó sem lehetett, hogy lefogjon. Itt látható, nagyon jellegzetes ez a halakállás, hogyha nincs pocakja, akkor is kinyomja és repre teszi a kezét, és ez egy nagyon jellegzetes halakmozdulat. Itt szintén egészen fiatal korában, ott látható a kis V betű a homloka közepén, és itt látható még az egyik fellépése során ezzel a jellegzetes halák, haj, a kar állással. Itt pedig a szintén egy halakhölgy a folyosón össze lehet vele futni. Itt is, amikor kértem tőle képet, ő nem tudta, hogy én a Pavarottinak mit választok, és ezt a képet küldtem, most gondoljátok el, pont ezt a kartartást elküldtek gondolatolvasásból ötös. Na, térjünk át a sérülékeny összetes pontokra. Mennyi az idő, megmondaná nekem valaki? 17. Kinek visszak, jó? 17. Jó. Na, sérülékeny összetes pontok. Úgy alakult az életemben, hogy amikor azt a bizonyos Baktai Ervin könyvet nekem valaki egy hétre kölcsön adta, az ki volt jegyzetelve, alá volt húzva, mitől volt benne egy papír, ahol az volt írva, hogy sérülékeny összendes pontok, és erre a papírra jó néhány ilyen sérülékeny pont föl volt írva, és hát persze ez nagyon izgatta az én fantáziámat, hogy hogyan lehetséges ez, és hát úgy mindig gondolkodtam ezen, elmeséltem, hogy előzőleg, hogy nagyon sok mozgássérült barátomban és 44 főből álló adatbázison volt 2012-ben, amikor egyszer egy matekot tanító, korrepetáló gyerekeknek, és 475-öt került a prim számok a Fingvén táblázatban a látóteremben, mert éppen a prim számokról tanult a tanítványom, és a prim számokról beszéltünk, amikor egyszer beugrott, hogy úristen, hát ha lehet, hogy a prim számok lesznek azok, amik a sérülékeny asszendens pontok, és aztán tényleg elő is kaptam a könyvénytáblázatot, és a régi táblázatot, amit a könyvből kimásoltam annak idején, és egészen meglepődve láttam, hogy szinte mindegyik szám, prim szám, itt látható a 73, tehát az 1-től 360-ig a prim számok milyen jegyeket és aszcendens fokokat jelentenek, és amikor összehasonlítottam a 30 darab számot, akkor a páratlan számok azok mindig prim számok voltak. Abban különbözött az a régi táblázat ettől, hogy voltak benne páros számok is, ugye a prim számok csak páratlanok lehetnek, egyen is csak önmagukkal osztatók. Abban a táblázatban voltak páros számok is, 12 és 14 például, 13 a prim szám, vagy 16 és 18 volt a táblázatban, és 17 a prim szám. Tehát nagyon érdekes, hogy a páros számok is jobbról-balról prim számot öleltek át, tehát nem volt egy olyan nagy tévedés az a táblázat, és hát itt ebben a táblázatban mind a 73 darab prímszámot láthatjátok. Vajon miért a prímszámok? Hát ezen a papíron, amit én ugye megörököltem a könyvből, az is volt olvasható, hogy vajon miért lehetséges az, miért van az, hogy nem minden jegynek a 11. foka sérült, vagy nem minden jegynek a 17. foka sérült, vagy a 19. foka, de mégis elég gyakran sérült a 11. fok, vagy a 17. fok, vagy a 19. Hogyan lehetséges ez? És például ez a táblázat erre ad magyarázatot, hogy azért lehetséges,
mert a valamelyik jegynek a 11. foka az nem lesz prímszám. Azért nem lesz annak a jegynek sérülékeny foka. Jó, megmutatok egy pár. Ja, itt még a Villányi Miklóstól kaptam ezt a kis táblázatot, hogy a középkori asztrológiában is foglalkoztak. Az egyetlen ilyen, amit ő meg tudott nekem mutatni, sérülékeny fokokkal. Itt látható, hogy nem is minden jegyben vannak sérülékeny fokok, pedig én azt állapítottam meg, illetve a megörökölt táblázatban is az volt, hogy a Skorpióban, a Kalapban és a Kozsban van a legtöbb sérülékeny pont. Hát erre szintén nem tudtak magyarázatot, hogy milyen lehetséges, vagy milyen lehet az, hogy a Kozsban van a legtöbb sérülékeny pont, de én a középkori sérülékeny pontokkal foglalkozó táblázatban nincs is minden jegy, és például a Kozs egyáltalán nincsen. Itt mutatok egy jellegzetesen liklés kislányt, csak hogy legyen fogalmatok arról, hogy mi az a liklipont, mert az én 44-es adatbázisomban a legtöbb ember liklés, ugye sorstársam, és a legtöbb ember helynemedines, meg fogjátok látni a képeket, tehát csak akartam mutatni, hogy ugye ez egy születési hiba, és milyen rendkívül nehéz megállni a lábán, milyen könnyű felborulni, nem tudja kinyújtani a térdét, letenni a sarkát, súlyos mozgáskoordinálási probléma. És a mozgáskoordinálás, illetve a mozgás nehézsége miatt lebénulnak az izmok, és egyre nehezebbé teszik a mozgás. Itt látható az első hölgy, akit választottam. Ez a liklés percre pontosan tudta, hogy mikor született, és az az érdekessége az egésznek, hogy az anyukája saját lábán bevitt a kórházba, és mondta, hogy megindult a szülés, hát ott rögtön látták az ápolónők, hogy valóban megindulhatott a szülés, azonnal fölfedtették az ágyra, rögtön segítettek rajta, és az egyik ápolónő azonnal szólt a szomszéd szobában lévő orvosnak, aki azonnal jött, mégis megszületett egy perc alatt. Ez a súlyosan liklés hölgy, ez az óra perc, amit ő megadott, ez pont egy sérülékeny pont. Hát még a ideg is kirázott, hogy lehet ez, mert azért ilyen fontosan nem szokták tudni, hogy mikor születtek, meg hogy jön ez ki, ugye oroszlán, bocsánat, Uránusz van az aszcendensén, és azt a nagyon jellegzetes 44 horoszkópban tömegesen megfigyelhető jelet is tartalmazza, hogy a Merkur a 8-as házból kvinkumszot vet az aszcendensre. Tehát a 44 fős adatbázisomban a legjellegzetesebb fényszögismétlődések a Merkur kvinkumszak az aszcendensre, vagy a Merkur támadottsága, vagy 30 fokos fényszögek a Merkur és Szaturnusz, Merkur és Mars, Merkur és születési uralkodó között. Igen markáns Szaturnusz, Mars egyéb fényszögek, Uránusz fényszögek vannak minden horoszkópban. Itt látható az én kézzel rajzolt 80-ban a szakdolgozatomhoz elkészített hölgynek a horoszkópja. A Kalló Jenővel együtt állítottuk be a két helynés barátom horoszkópját, akiket a szakdolgozatomnak választottam. És ugye 2012-ben jöttem én rá erre a prímszámok lehetnek a sérült aszcendens pontok, és utólag meg tudtam nézni, hogy az előzőleg felállított horoszkópokban vajon hány sérült pontra állítottunk be, állítottam én be, vagy itt a Jenővel állítottunk be az aszcendenseket, és egészen fantasztikus, hogy sérülékeny pontra állítottunk be a Jenővel, annak akkor a 80-as évek elején mind a két horoszkópot amit én a szakdolgozatomnak írtam, hát egész kirázott a hideg, mikor utólag így megnéztem 2012-ben, hogy a 81-ben fölállított aszcendensnél is sérült pontra állítottam be a két helyes barátomnak. Itt látható az esküvői képük, én vagyok ott hátul a mennyasszony mögött,
83-ban volt az esküvőjük, az ifjú pár mind a kettő helynés, és a jobboldali férfi létlés sorstársam. Ugyanúgy ékeresztülésből, orvosi műtvával, csak ugye én nekem szerencsém volt, sokkal kevésbé érintett ez a litőkor, de ilyen súlyos a litőkor állapot, a Petőintézet most is telelevele. Itt látható a következő aszcendens. Ő is nagyon-nagyon pontosan tudta a születési óráját. Merkur, Quincunx van az aszcendensre, Szaturnusz Mars együttállás a hetes házban. Ő ez a hölgy, művészi szinten fotózik, fiatal korában két járógéppel, két bottal tudott menni, most már csak tolókocsiba közlekedik. Itt látható a fényképeinek a kiállításán, a megnyitón készítették ezt a képet róla, visszalépnek a horoszkópjához. Sérülékeny aszcendens pontra van beállítva ő is, és nagyon jellegzetesen, markánsan, Uránusz naptámadottság, és minden olyan, ami a súlyos betegséget jelöli, de Merkur is ugye támadott újra az aszcendens. Következő, akit választottam, vízöntő 7 fokos aszcendensre állítottam be ezt a hölgyet, 83-ban ismertem meg őt. Az az érdekesség a dolognak, hogy év, hónap, napra, egy napon született velem. Súlyosan, helynemedines, gyerekkorától tolókocsis, járógéppel se tudott járni. Itt is látható Jupiter, Plutó, súlyos Quincunxa a napra, az aszcendest eredetileg akkor sérült pontra állítottam be vízöntő 7 fokra, és Nap-Merkur felező pontba is esik ez az aszcendens, és az is egy megfigyelésem, hogy két bolygó bármilyen felező pontjába, tehát nem kell hozzá klasszikus fényszög, vagy bármilyen fényszög, de felező pontjába esik az aszcendens, és az aszcendens egyébként sérülékeny pont, akkor a súlyos fogyatékossággal járhat. Itt látható a hölgy, mosolygós, kedves, vízöntő, nagyon látszik rajta, táncol, kerekesszékes tánccsoportban, egész életében táncol. Hát most jobban elismerik ezt a dolgot. Bal oldalt látható a fehér kalapban, vagy ezüst című kalapban. Itt ugye a legtöbb ember helynés, de nem mindenki helynemedik miatt van tolókocsiba. Itt látható nemzetközi szinten is első díjat nyertek kerekesztékes tánccal. A hölgynek Vénusz 30 fokos fényszöge is van az aszcendensére, tehát a művészi tevékenység, és mégis kerekesztékben táncolni, szóval egészen elképesztő. Férhez van, gyereke van, abszolút teljes életet él. Egészen rendkívüli gondolkodású, nekem különösen a szívemhez hozzá. Közel áll ugye, mert év, hónap, napra sikerült egy napon születni. Következő úr, akit mutatok, a jobboldali úrnak a horoszkópja. Ő 13 éves korában játszott az osztálytársaival a falu szélén, és az erdőben találtak második világháborús gránátokat, és felrobbant a kezükbe. Egy gyerek meghalt, két gyerek súlyos maradandó károsodással az úr mind a két lábát combtőtől elveszítette. Tehát nagyon nehéz körülmények között, hogy hogyan néz ez ki. Ezt az aszcendenst, halak 20 fokos aszcendenst állítottam be neki annó, mert őt is évtizedek óta ismerem. Hogy jön ez ki? Úgy, hogy amikor 13 éves korában az aszcendenst virigáljuk 13 fokkal arrébb, akkor kosfok, 3 fokra megy az aszcendenst, ami egy sérülékeny pont. Tehát nem csak születési mozgássérültség és fogyatékosság fér ebbe bele, hanem amikor a dirigálásban különböző bolygók, aszcendensek, tengelyek elérnek egy sérülékeny pontot, akkor bizony életveszélybe kerülhet valaki, és a horoszkóp egyéb útmutatásai alapján érheti őt maradandó károsodás, fogyatékosság. Tehát itt az az érdekes, hogy pont sérülékeny pont
Ra fog rámenni az asszonyos 13 éves korába. Ezzel együtt elképesztő életutat futott be ez a férfi, és ugye egy helynős hölgyet lett a feleségül, aki táncol abban a bizonyos csoportban, ahol, aminek a képeit az előzőleg láthattátok. És révészek az azt jelenti, hogy fiatal mozgássérülteknek, vagy most megsérülő, tolókocsiba kerülő súlyos mozgássérülteknek tanítják meg azt, hogy hogyan lehet tolókocsiban emberhez méltó életet élni ezek után. És valami elképesztő, hogy ehhez micsoda lelkérőik van. Főzni tanítanak mozgássérülteket, bejárták a világot, mind a ketten gépkocsit vezetnek. Jóval 60 fölött. Sokat foglalkoztam ugye azzal, hogy vajon milyen irodalmat találok ezekhez a sérülékeny asszonyos pontokhoz, hát nagyon ismert, biztos tudjátok, Kalló Jenőnek van egy könyve, egészségügyi asztrológia, 3 kötetes, 137 horoszkóppal. Nagyon érdekelt, vajon az asszendensekről ő mit ír, nem is említ. Tehát itt látható az ő egyik könyvéből egy kép. A 137 horoszkóppból 7 fogyatékos személyi horoszkópja található a könyvében. Az asszendensre, mint látjátok, nincs ráírva a fokszám, de a szövegből kiderül, hogy a születési uralkodója a Merkur, és pont azt elemzi, hogy ez a súlyos mozgás és beszédzavarral küzdő férfi létlés, mint én, és Merkur Quincunx az asszendensre, mint amit én is megállapítottam a sajátjaimból, és ez a Jenő asszendens beállítása. Bika 29 fok és ikrek 1 fok is sérült asszendens pont. Tehát itt azt írta, hogy a Merkur a születési uralkodó és a Quincunxszal támadja az asszendens, ezért ilyen súlyos mozgás és beszédzavarral küzdik ez a férfi. Tehát a Jenőnek a 7 horoszkópjából egyébként pont a 7 sérült embernél 6-nál a szövegből mégiscsak kiderül az asszendens állása, és 6-nál sérülékeny asszendens pontra állította be a Jenő a könyve megjelenésekor, vagy kiadásakor az asszendenseket. Annak ellenére, hogy én erről vele soha nem beszéltem, és ugye ezt jóval a könyv megjelenése után találtam ki ezt az egész dolgot. Tehát a Jenő könyvéről is visszaigazolva láttam ezt a dolgot, és megnéztem az interneten, hogy kik azok a nagyon híres mozgássérültek, vajon milyen asszendenst állítottak be a nemzetközi adatbázisokban, ott vajon megjelenik-e, hogy sérült pontra állították volna be a nemzetközi adatbázis kezelői az asszendenseket. Oscar Pistorius látható itt a képen, aki születettem, volt sérült, és gyermekkorában amputálták mind a két lábát térd alatt, és ezzel a futószerkezettel futott. Nem csak paralimpiát nyert olimpiai bajnokként, hanem az egészségesek között is futásban olimpiai aranyérmet nyert. Tehát sajnos most már arról is híres, hogy a feleségét ugye lelőtte, de megnéztem, milyen asszendenst állítottak be a nemzetközi adatbázisokban. Hát Skorpió, bocsánat, vizentő 13 fokos asszendenst állítottak be neki, ami az én számításaim szerint pont sérülékeny pont, és nagyon-nagyon érdekes, hogy vízöntő 13 fokos asszendensét a Skorpió 13 fokról, ami szintén sérült pont, arról támadja exakt kvadrátban a Merkur, és itt az előző horoszkópokban, az én horoszkópomban is az van, hogy a vízöntő 13 fokról támadja a Skorpió 13 fokos asszendensemet a Merkur kvadráttal. Az Elzsi horoszkópjában a táncos hölgy, aki év, hónap, napra vele mennyit született. Őnála is ez látható, hihetetlen, hogy ez a vízöntő 13, Skorpió 13, itt mennyire megjelenik, hogy mind a két elem ugyanúgy benne van. Nagyon ismert képzőművész, grafika és litográfia feltalálója, Henri de Toulouse-Lautrec látható a képen szintén, születettem volt mozgássérült, csont problémákkal született. Skorpió 19 fokos asszendens állítottak be neki, minden adatbázisban
sérült a szemben, pont az én táblázatom szerint. Itt látható a leghíresebb plakátja, ugye ő volt a Mulleros festője, és egészen fantasztikus életművet hagyott hátra. Itt látható az ábrám, és az a kérdés, vajon ennyi sérült pont? Hát sok-e ez, vagy kevés, vagy hogy lehet, ugye itt ezeket a sérült pontokat a körre is kirajzoltam. És az utolsó, amiben összefoglaltam, hogy na vajon mire is tudjuk ezt az egészet használni. Hát ez nagyon érdekes, hogy vajon mire használjuk. Én azt gondolom, hogy ha ismerjük a sérülékeny asszendens pontokat, akkor asszendens pontosításra is tudjuk ezt használni, mert hogyha szemmel láthatóan nem sérült, akinek horoszkópot készítünk, akkor biztos nem lesz sérülékeny ponton az asszendense. Vagy ha valaki beszámol arról, hogy mikor érte őt súlyos sérülés, mikor volt beteg, akkor megnézhetjük, hogy a különböző bolygók és a tengelyek, az asszendens dirigálása abban az évben sérülékeny pontra jutott-e, vagy nem. És én azt gondolom, hogy ez a 73 darab pont, amit ott látunk, ez bizony nem sok. Hiszen az orvostudomány fejlődésével relatíve a társadalomban a sérültek száma folyamatosan nő, és sajnos nem foglalkoznak ezzel eléggé, hogy mindenki emberhez méltó életet éljen. De miután nem hagynak meghalni mindenkit, ezért a sérülésekkel, súlyos betegségekkel, fogyatékossággal nagyon fontos, hogy foglalkozzunk. Ebben a 2012 után, tehát 16-ban megírt cikkemben a 15-ös adatokkal tudtam utána nézni. 500 ezer fő a súlyos fogyatékossággal regisztráltan Magyarországon élő emberek száma. Ebből 250 ezer fő a súlyosan mozgássérültséggel élő személyek száma. 150 ezer körül volt 2016-ban a fogyatékossági támogatást kapó személyek száma, azóta nem érhető el ilyen adott. Tehát pont én az utolsót elcsíptem akkor. Vakság miatt fogyatékossági támogatást, vakellátást kapó személyek száma 80 ezer. Egyébként a látássérültek száma 230 ezer fő, és ez folyamatosan növekszik, elsősorban azért, mert a cukorbetegség mellékhatása a vakság egy bizonyos idő után. Tehát én azt gondolom, hogy ez a 73 nem sok. És hát köszönöm szépen, ezzel be is fejeztem a következő előadásra bármi lehessen, illetve ha a Timi nem jelentkezett, akkor ugye ez az idő felszabadul, úgyhogy szívesen beszélgetek bárkivel, aki az asszendenssel kapcsolatban kérdést akar tenni, és köszönöm szépen a figyelmet. Igen. Egy kérdésem, hogy ott néhány képletnél nem volt egyetlen számolva, hogy azt mondjuk a 13 fokot azt úgy számolod, hogy a 12 valamennyi, igen, volt valami képlet, ahol mondjuk már 13 volt, akkor azt is annak tűnt. Jó, ezt mondom, hogy akkor így jelent, jó, tehát 12-15-15. Plusz nem az 0,5 fok különbséget elfogadhatunk. Igen, tessék! Minden jegynél egy forma, vagy pedig más? Micsoda? Ezek a sérülékeny pontok, tehát úgy... Ebben a 73-ban a 12 jegy sérült pontjai vannak felsorolva. Mindegyikben más az, hogy hány ilyen pontot állapítottam meg én, illetve hány rímszám pont van. Fent van az oldalon? Fent van az oldalon, igen. Az asszendens tanulmányok páholyában, a sérülékeny asszendens pontok cikkben, ez minden le van írva, és ott a táblázat elérhető minden. Még kérdés? Akkor mindenki pihenjen. Bocsánat, jó. Egy kérdés, igen, ez a Down-szindrómával kapcsolatosan van-e valami? Én azt gondolom, hogy egy Down-szindrómásnak is sérülékeny pontos, tehát hogy legyen az asszendense. De én magam Down-osokkal nem foglalkoztam, mert nem került a látószerembe, de azt gondolom, hogy sérülékeny pontos.
Igen. Egy kérdés, ekcéma vagy bőrbetegséggel kapcsolatban volt-e valami kutatás? Nem, nem, de Szaturnusz probléma. Igen. Mert ugye bőr. Nem, nem. Jó, akkor mindenki pihen. Köszönöm. 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 Köszönöm.